Bella szeptember 2-án született mindössze 900 grammal, az elmúlt hetekben szépen gyarapodott a testsúlya, hamarosan hazaengedik, ám édesanyja még most is elérzékenyül, ha az orvosok, nővérek munkájára gondol. Nem sok esélyt adtak. Aztán hála itt. Jó. Ebben az inkubátorban Ármin fekszik, ő 750 grammal született, ma pedig már a koraszülöttek világnapján ügyesen lélegzik, csak néha kell egy kicsit segíteni neki. Október 4-én szültem, és 25-26 hétre, hát átesett egy műtéten, egy botallóér bezáráson Debrecenbe, és 6 hete vagyunk már itt, 2 hete jöttünk vissza Debrecenből, most már úgy látom, hogy jobb az állapota, jó itt az ellátás, és jól vagyunk. Koraszülésről akkor beszélünk, ha a baba a 38. terhességi hét előtt jön a világra, de van egy testtömegre vonatkoztatott érték is, ennek értelmében hivatalosan a 2500 gram alatt született gyermekek is koraszülöttek. Minden olyan magzat, aki megszületik és életjelenséget mutat, ő élve szülöttnek tekinthető. Azonban van egy terhességi határ, az életképességnek a határa, ez a várandóság betöltött 24. hete. Tehát ha valaki 24. hét után születik, és a testtömege 500 g felett van, akkor ez szülésnek számít. Az adatok azt mutatják, még mindig gyakori a koraszülés hazánkban. Sajnos ma Magyarországon a koraszülés gyakoriság még mindig nagyon magas, mert ez 9-10%, ez régióktól függ. Itt a mi régiónkban ez 10%-ra tehető, tehát az azt jelenti, hogy ma is még minden tizedik megszületett baba koraszülött. Egy-egy koraszülött baba ellátása hatalmas terhet ró a családra, a kórházra és a társadalomra is. A csecsemők átlag 2,5 hónapos ellátását az OEP finanszírozza, ez akár 1,5-3 millió forint is lehet.